Mióta vagytok itt? Hát, tegnap 7 óta úgy. Hát szétfagytunk, de azért bármit. Mennyi idősek vagytok? 20 éves vagyok. 20. És ezelőtt volt már 10 a cipőtök? Nem. Csak miatta jöttünk. Másik lettem, úgyhogy szerintem jól jártam. Azaria a Tisza cipővel kollaborálva mindössze 2 napig kapható limitált szériás cipő droppolt ide az Astorián lévő üzletükbe. A sor a nyitás előtt már több száz méteres, van, aki tegnap este 7-kor érkezett és azóta vár. Ha tetszik ez a videó, lájkold, ír kommentet és iratkozz fel az Index YouTube csatornájára. Legények, van nekünk Tisza sportcipő, nyugati márket hordja, csak a nyugati rappel. Ha te aztat mondod gangsta, én aztat mondom betyár, de a betyár helyett aztat is mondhattam volna, hogy zsivány. Mióta vagytok itt? Itt. Tegnap 7 óta. Reggel 6-tól. Hajnali 2 óta. Körülbelül 5 óra óta. Fél 5. Hajnali 5? Igen. Fél 7. Ki még ott a végén van, annak van esélye bejutni? Vagy megszerezni a 300-ból egyet? Van esélye, de cipőt szerezni biztos, hogy nem fogja. Egész este itt voltatok? Úgy volt, hogy nem maradunk itt, hanem elmegyünk, utána hajnal 3-kor visszajövünk, de így nem tudom. Gyűltek az emberek, úgyhogy lett egy pár jó arc. Hogy beszélgettünk velük, ugye eltelt az idő. Magának tetszik vásárolni? Nem, a 23 éves fiamnak ő küldött, szívesen beállok a sorba, mert nagy sláger, amit ő kiválasztott, cipő, póló, mez, zokni, tehát minden, ami lehetséges, én most meg fogom venni. Megéri reggel 6-ra kijönni? Hát, megérte. 21. És volt már előtte 10 a cipőtök? Nem. Nekem se. Én is csak 18 vagyok. Tisza cipő még nekem nem volt, Azaria miatt inkább. 10-kor hét kivárom. Bármeddig tart? Bármeddig tart, csak remélem, hogy legyen még, amit kívánnak is kisfiam. Nem csináltam még ilyet egyébként. Ez a Tisza kollab most, tehát egyen a Tisza cipőt nagyon szeretem, nekem több Tisza cipőm is van. Felkeltette az érdeklődésem, nem nagyon volt még ilyen így Magyarországon. Kíváncsi voltam, aztán megtapasztaltuk így most. Eztán lesz Tisza cipőtök, hogyha nem Azariás? Hát valószínűleg ezt nem fogjuk hordani, szóval nem tudjuk még, hogy milyen benyomást fog kelteni, de ha szép lesz, akkor valószínűleg igen. Meglátjuk. Ugyatok, mennyibe fog kerülni? A legjobb tudomásom szerint 50 000 forint. Igen, leginkább gyűjtöm őket, úgyhogy azért veszem meg. De hogy limitált lesz a cipő, így szerintem ez egy korrekt ár. De ezzel egyébként lehet kereskedni, úgy, mint a többi sneakerrel? Tehát, hogy ilyen marketen... Ilyen 3-szor annyiért, de én nem tervezem. Ez megy vitrínben van. Mi van itt? Számlanyítási akció az OTP-ben? Olvastam olyan kommenteket, hogy nyilván a Tisza cipőnek talán egy picit idősebb a célközönsége, vagyis legalábbis az volt eddig, 30 pluszos. Nekik viszont meg már annyira nem jön be ez a kollab. Te mit gondolsz erről? Kell a generációváltás? Szerintem kell, meg én nagyon örülök ennek egyébként, mert én mindig is szerettem, tehát tényleg én egyetekem 4-5 éve csak Tisza cipőn van, és én szerintem jót tesz a márkának is, hogy most így ez a hype. Világon ott vagyunk. Az összesen, ami lehet. Most is megyünk a Puskásba mind a háromra. Azaria, hogy étesz, akkor le is fosszok fel összetalálkozni. Gondoljátok, hogy valaki csak azért érkezik, hogy találkozzon vele? Nem is a cipő milyen? Szerintem előfordulhat, viszont ugye nem lett bejelentve, hogy biztosan itt lesz. Gondolja, hogy a fia egyébként enélkül is Tisza cipőt vásárolna, hogyha nem lenne Azaria kollab? Szerintem nem. Szerintem beszélhetek mindannyiunk nevében, hogy ha Atiról van szó, akkor bármibe támogatjuk. Úgyhogy most is itt vagyunk, és kijöttünk hajnalba, hogy tudja, hogy szeretjük, és bármit megteszünk érte igazából, és mindig kísérni fogjuk, és támogatni az útján. Támogatja a magyar márkákat. De Ati szerintem, hát neki ugye teljesen más a gondolkodásmódja, és egészen különleges, szóval mindenkivel nem fog összeállni, hanem csak azzal, akiben igazán látja azt, ami érték. Pár perccel a nyitás előtt inkognitóban megérkezett Azaria is. Run! Mik a tervek vele? Nem fogod felvenni soha? Hát nem valószínű, így, hogy aláírta, így nem hiszem. Szerintem, hogyha mindenki oda viszed, szerintem aláírja. Ez amúgy különleges edition? Tehát, ha megfogjuk, akkor bármiben más, mint egy Tisza cipő? Azt hittem amúgy, hogy ez a valamelyik basic modell, de szerintem nem. Ez egy szerintem teljesen külön. Tisza minőség, úgyhogy én bízok benne. Jó ideig tartós lesz. Hordani nem fogom, de jó ideig tartós lesz. Te? Az összeg, amelyre eladnám, de majd eldől. Mi ez az összeg? Nem tudom, nem vagyok benne ebbe a kultúrába, utána kell néznem. Életem első kempje volt, szerintem több nem is lesz, csak ki akartam próbálni, miért ne. Hát második lettem, úgyhogy szerintem jól jártam.